Már nem csak a sátortetős műjégpálya áll Marosvásárhelyen a korcsolyázni vágyók rendelkezésére, megnyitották a várban a szabadtéri jégpályát. A létesítmény nyitó ünnepségén Románia ifjúsági műkorcsolya bajnokai léptek fel. Hivatalosan megnyitották Marosvásárhelyen péntek délben a várban felállított szabadtéri műjégpályát. A nyitó ünnepségen Románia ifjúsági műkorcsolya bajnokai léptek jégre. Luisa Ilié, a 19 éves junior országos ezüstérmes, Ruxandra Rotundu, a 2019-es országos bajnok, Brisztiána Prodia, a jelenlegi országos bajnok, aki számos nemzetközi műkorcsolya versenyen vett részt az ország képviselőjeként, és Téa Bosztán, aki mindössze 5 éve korcsolyázik, és minden eddigi versenyt sikerült megnyernie, mutattak be gyakorlatot. Remélem, hogy az emberek jól érzik majd magukat itt, és kedvük lesz elkezdeni korcsolyázni ugyanolyan szenvedéllyel, mint mi. A marosvásárhelyi fiatalok is örülnek, hogy újra megnyitott a pálya. Szerintük szükséges is, mert Marosvásárhely olyan város, ahol nagy az érdeklődés a korcsolyázás iránt. Hát szerintem azért jó, mert közel van a városhoz, a főtérhez, meg mindenhez, és akkor az emberek fognak jönni majd korcsolyázni. Hát feltétlenül jó, hogy ne legyen túl nagy tumultus más korcsolyapályáknál, mert hát elég sokan vagyunk Marosvásárhelyen, és jó, hogy van egy plusz korcsolyapálya. A várbeli műjégpálya naponta 9 óra 30 perc és 21 óra között várja a gyerekeket és a felnőtteket 6 idősávban. Mintegy 300 korcsolya bérelhető, a kezdőknek jégpingvin vagy delfin segédeszköz is elérhető, a nagyon kicsiknek pedig különleges korcsolyázásra tervezett kellékek is kaphatók, amelyek a gyerekek lábbelijére húzhatók, így számukra is biztonságban fedezhető fel ez a téli sportág. A pálya előre láthatóan februárig fog működni, de ez az időjárási feltételektől és az érdeklődéstől is függ majd.